Karakas Hedvig, a BHS olimpikon judósa, egy igen hosszú edzőtáborozásról tért haza nemrég Japánból. Így meg is látogattuk a Honvéd judó csarnokában, hogy meséljen nekünk élményeiről. Két hetet voltam először a Szendai Egyetemen, ahol már nagyon sokat előtte, és két hetet a Kodokanon. Ott egy nemzetközi edzőtábor volt, ahol nagyon, nagyon erős mezőn gyűjt össze igazából a 57 kilós világranglista 1-20 helyzetjéből szerintem a 80%-a ott volt, és utána pedig visszamentünk még egy 2,5 hétre a Szendai Egyetemre. Nagyon hosszú volt, nagyon vártam már, hogy hazaérjek, ugye napi 3 edzés volt általában, vagy 2, úgyhogy hosszú távon ez elég megterelő, hogy tényleg minden egyes edzésen próbáltam kihozni magamból a maximumot, és saját magammal versenyezni, és ez azért plusz a versenytársaimmal is, ugye akár futásról, vagy akár súlyról beszélünk egy kondis edzésen, vagy a judós edzésen. És ugye ez folyamatosan nap, mint nap többször is legyőzni az embernek saját magát, az eléggé fárasztó idegileg, amellett, hogy testileg is. Úgyhogy vártam már, hogy vége legyen, és egy kicsit itthon is legyek. De mindemellett nagyon, nagyon hasznos volt. Most volt ugye egy 3 napos paksi edzőtábor lent, és úgy érzem, hogy van pozitív hatása, úgyhogy most már csak a versenyeken kell ezt kielvezni. Igazából a motiváció megvan, ugye volt egy számomra sikertelenebbnek mondható Európa-bajnokság, ugye nem sikerült elérni azt, amit szerettem volna, egy 7. helyen végeztem, és utána volt egy 1 hét pihenő, majd rá 2 hétre volt ez a kínai Grand Prix, ahol még nem is voltam benne biztos, hogy indulnom kellene, de végülis úgy döntöttünk, hogy ha már úgyis elutazok arra Japánba, akkor miért ne indulnék el, és igazából jól is jött ki. Kicsit nehezebb volt talán most így mentálisan ez a 6 hét, ez a monotónia, de mindenképpen az, hogy ott is úgy éreztem, hogy fejlődtem, plusz a paksi edzőtábor is ezt mutatta, plusz ott a nemzetközi edzőtáborban is olyan versenyzőkkel, olyan mérkőzést tudtam csinálni, amit előtte például a mongol ellenfelemet még soha nem tudtam megdobni, de az edzőtáborban 2 is meg tudtam dobni. Úgyhogy ilyen apró pozitívumok vannak, és ezek egyre jobban fokozzák az önbizalmamat. Versenyeim következő hétvégén lesz egy Zágrábi Grand Prix, ott fogok indulni, majd 3,5 hét múlva lesz Budapesten egy Grand Prix, ahol indulok, és utána pedig már csak a bakui világbajnokság. Csak a Honvéd!